Jó estét kívánok, köszöntöm a fórum nézőit. Érdemes lesz az elkövetkező egy órában is velünk tartani, hiszen a műsorunk második felében itt lesznek majd azoknak a szervezeteknek a képviselői, akik a hétvégén tüntetést szerveztek Gyöngyösen a korrupció ellen. Az első fél órában pedig a különböző közigazgatásban létrejövő és létrejövendő változásokról beszélgetünk majd, hiszen sok területen várható változás, akár mondjuk a kormányablakokhoz kapcsolódóan is, amelyekből kettő fog majd működni Gyöngyösen. Üdvözlöm a stúdióban dr. Pajtó Gábor Heves megyei kormány megbízottat, jó estét kívánok! Jó estét, én is üdvözlöm Önt, illetőleg a Gyöngyösi Városi Televízió minden nézőjét. Először van itt velünk a stúdióban a kinevezése óta, illetve hát korábban sem volt még vendégünk, ezért szeretném, hogyha az elején egy kicsit beszélgethetnénk arról, hogy milyen területről érkezett ebbe a pozícióba, ahol Horváth László utódjaként dolgozik. Ugye, amikor Horváth Lászlóval beszélgettünk itt a leköszönése kapcsán, ő azt mondta, hogy véget ért az építkezés időszaka, most már egy szakemberre van szükség, aki irányítja a Heves megyei kormányhivatal munkáját. Valóban így volt ez, és hogyan látott hozzá a feladatokhoz? Azt gondolom, hogy az elődöm az egy jó örökséget hagyott rám. Igen nehéz dolga volt, hiszen a területi államigazgatás átszervezése az 2010-ben indult meg, mégpedig a jó állam koncepciója mentén. Ez a folyamat ugyanakkor nem állt meg, de kétségtelen, hogy az a fajta politikusság, amit ugye Lászlót jellemezte az életpályát is, az egy picit módosult, tehát sokkal inkább a kormányzatnak a területi a kormányzati programnak a területi végrehajtásáért van szerepünk, jelentős szerepünk van, mégpedig ez a szerep kiterjed valamennyi a megye területi illetékességgel rendelkező államigazgatási feladatokat ellátó hatóságra, illetőleg szervezetre. Ide nem tartozik a NAV, illetőleg a rendvédelmi szervezetek, meg a Magyar Államkincstár, de minden más szervezet igen, amelyik államigazgatási tevékenységet lát el. Tehát kétségtelen a szakszerűség, ha úgy tetszik, fölülkerekedik, és valójában a ágazati miniszter, tehát a miniszterelnökséget vezető miniszter közvetlen irányítása alatt dolgoznak a kormány megbízottak, azzal együtt, hogy a munkáltatói jogot, tehát a kinevezési, a felmentési jogkört a miniszterelnök úr tartja a kezében, de az egyéb munkáltatói jogokat a miniszter úr gyakorolja. Ő szakmai kérdésekben igazából utasíthat, de nem teszi, míg a miniszterelnök úr politikai vonatkozásban felelek a tevékenységemére a kormányzat felé. Jogász szakemberként került a kormány megbízotti pozícióba. Nyilván van kapcsolódási pont a két terület között, de mennyire más ez a munka? Hát képzelj el, hogy mondjuk egy önálló hivatásrend képviselőjeképből átül egy olyan székbe, ahol több mint 1200 ember alkotja a szervezetét, és ehhez kapcsolódóan gyakorlatilag a kormányhivatal címzetje mindenfajta jognak és kötelezettségnek, és ezeken belül is a kormány megbízott. Tehát praktikusan nem csak irányítom ezt a szervezetet, hanem felelős is vagyok a szakszerű működtetésért. Tehát egy egészen más szerep várt rám, mint az ügyvédi hivatás kapcsán. Tudtam ezt, nyilván úgy gondoltam, hogy a tapasztalatom, a felkészültségem elegendő lesz, meg fog felelni ennek az elvárásnak, amit azóta is megtiszteltetésnek tekintek, és igyekszem a legjobb tudásom szerint helytállni. Ugye, ahogy említette, az államigazgatás legtöbb területét lefedik a kormányhivatal alatt működő szervezetek. Jelentkezik-e ez már abban, hogy az ügymenetek egyszerűsödnek, ami mondjuk minket egyszerű állampolgárokat érint? Igen, tehát gyakorlatilag az állampolgárok szintjén úgy tudnám plasztikusan megfogalmazni, hogy itt a sok-sok hatóság, szakigazgatási szerv helyett most már csak kormányhivatal, illetve járási hivatalokkal állnak kapcsolatban, tehát gyakorlatilag ez a két intézmény a jogok és kötelezettségeknek a címzetje, és ezen a két hivatalon belül működnek osztályok a járási hivatalok szintjén, még a kormányhivatal szintén főosztályok. Ezek a főosztályok nyilván szakmai alapú szerveződések, de egyrészt, még egyszer mondom, az állampolgárok szempontjából könnyebb ezeknek a hivataloknak a kezelése, megjelölése. Az ügyintézési határidők is rövidültek, részben a jogszabályi változás kapcsán, részben azért, mert még ezek a szakigazgatási szervek korábban szakhatóságként működtek, és azokban a speciális szakkérdésekben, amivel a kormányhivatalnak az adott osztálya, főosztálya nem bírt
szakmai potenciál, akkor meg kellett őket keresni. Ezek a megkeresések nem számítottak bele az ügyintézési határidőkbe. Tehát lényegesen lerövidül az ügyintézési határidő, és bátran mondhatom, hogy az eljárások költségei is ezáltal mérséklődnek. Mennyiben járulnak ehhez hozzá a kormányablakok? Ugye már az idei évben is több tucat kormányablak nyílt országszerte, köztük az év elején Gyöngyösön is megnyílt egy, és hamarosan nyílik majd egy következő. Hogyan működnek a kormányablakok? Elérték-e már azt, hogy valóban egy ablakos ügyintézés valósuljon meg? Jó a kérdés. Azért egy pici kitekintést hadd adjak. Tehát a kormányzati szándék az volt, hogy az állampolgárok lehetőség szerint minél közelebb jussanak olyan az ő mindennapi életüket érintő állami szolgáltatásokhoz, amire szükség van, amire a mindennapi életük kapcsán egyfajta kényszer is részükről, az állam ezt szolgáltatásnak tekinti, és lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy európai körülmények között kis utazással, ha úgy tetszik, rövid fáradtsággal egy helybe tudják az ügyeiket intézni. Ez a folyamat még tart, de örömmel jelenthetem a nézőknek, hogy április 15-től most már 338 ügytípust érdemben tudnak ezek a kormányablakok intézni, illetőleg jelenleg is számos ügytípus vonatkozásában úgynevezett tudásbázis áll a kormányablakokban dolgozó munkatársaim rendelkezésére, ahol felvilágosítást tudnak adni azokban a kérdésekben is, ahol konkrét ügyintézési lehetőségük még nincs. A terv az, hogy ez a 338 ügytípus, mint egy 700-ra emelkedik majd, várhatóan, én azt gondolom egy éven belül, tehát ez nagyon határolt ez a kormányzati szándék, ahol is akkor gyakorlatilag lefedi az állampolgárok minden, nem csak az állampolgárok, hanem a cégek, vállalkozások, civil szerveződéseknek is azokat a ügyeit, amiket kényszerűen, illetőleg a tevékenységükkel szükségszerűen együtt járnak, és ott tudják intézni. Az egyébként mennyire különleges helyzet, hogy egy városban két kormányablak is működik, ahogy Gyöngyösen fog majd? Gyöngyös büszke lehet erre, és tulajdonképpen örülök is ennek, hiszen Gyöngyös a másik legnagyobb járás a megyében, és azt gondolom, hogy az a fajta fejlődés, amit a Gyöngyösi Ipari Park kapcsán a Gyöngyös előtt áll, indokoltá is teszi, szerintem egy kivételezett és szerencsés helyzet van Gyöngyös. Ígértük is, ugye ígértem még személyesen is a röviddel a hivatalomba lépés után, hogy még ebben az évben ugye két kormányablak nyílik Gyöngyösön. Pontosabban szeretjük volna már, ha mind a kettő megnyílik a múlt évben, ez kicsit eltolódott, de azt gondolom, hogy olyan körülményeket kapnak itt a járásban élők, amely méltán lehetnek büszkék rá. Ehhez pedig számos képzésen is át kellett esniük. Igen. Azoknak, akik a kormányhivatalban dolgoznak. Meg lehet-e azt becsülni, hogy Heves megyében összesen hány munkatársuknak adtak ilyenfajta képzést? Igen, több százan végeztek ilyen speciális képzést. Azzal együtt mondom, hogy a kormányzati szándékok szerint gyakorlatilag nem csak egy speciális vizsgát kell tenni a munkatársaknak, hanem megfelelő végzettséggel és képzettséggel kell rendelkezni. Ezt a képzettséget egy picit oldani kívánja a kormányzat. A speciális szakismeretek szintjét természetesen továbbra is magas szinten tartja, tehát külön vizsgát kell majd a jövőbeni kormányapakban dolgozó munkatársaimnak tenni, de a végzettségi szintet egy picit oldjuk, hiszen jelentős számú munkaerőre van szükség ezekben a kormányablakokban. Azt mondta ugye, hogy a cél az, hogy az állami igazgatás közelebb kerüljön az emberekhez, és hogy még tart az a folyamat, amelynek a vége az lesz majd, hogy egy ablakos ügyintézés valósul meg. Szóval eljön majd egyszer az a pillanat, amikor bármilyen az állammal kapcsolatos ügy intézéséhez elegendő lesz egyetlen helyre bemennünk? Én úgy gondolom, ez a végső cél, illetőleg azt is jelzem ennek, hogy amennyiben Magyarország infrastruktúrálisan fejlettebb lenne, de hát és jól ismerjük az elmúlt 50 év történéseit. Gyakorlatilag hallatlan erőfeszítéseket tesz a kormányzat annak érdekében, hogy a vidéken is egy olyan szélessávú internet elérhetősége legyen a lakosságnak, hogy pár év múlva gyakorlatilag megfelelő számítástechnikai ismeretek mellett természetesen gyakorlatilag már nem kormány ablakok szintjén se kelljen elfáradni, hanem elektronikus úton tudják az emberek otthonukból intézni ezeket a közigazgatási ügyeket. Jelenleg pedig úgynevezett ügysegédek dolgoznak a kis településeken. Ők hogyan tudják segíteni a helyben élőket? Nagyon tájékozott. Nyilvánvalóan a településeken lehetnek olyan emberek, akik
vagy az egészségi állapotok, időskoruk miatt nem tudnak a kormányablakokig sem eljutni. Ezt felismerve a kormányzat gondoskodott úgynevezett a települési ügysegédekről, akik rendszeresen kiállnak a településekre, és akkor ott az ügyintézési időben, ha úgy tetszik, fölveszik a állampolgár problémáit, azt továbbítják. Ebben a dologban is tovább lép a kormányzat. Gyakorlatilag pár hónapon belül olyan korszerű elektronikus eszközökkel lesznek felszerelve az ügysegédeink, hogy gyakorlatilag számukra is megnyílik a helyben való ügyintézésnek a lehetősége is. Tehát kormányablakra sincs szükség ahhoz, hogy ezeket az ügyeket elintézzünk? Jóval kevesebb ügyet tudnak ők majd helyben intézni ezekkel a technikai eszközeikkel, tehát amiben nyilván ott is feltöltésre kerülnek azok a programok, amit a kormányablakokban is a munkatársaink rendelkezésére állnak, szkennerük lesz, adatotovábbító egységeik lesznek, de az a fajta ügyintézési potenciáljuk nem lesz meg, mint a kormányablakokban. Kormányablak és kormányablak között egyébként van különbség, mondjuk a Gyöngyösi kettő között, vagy a megye más településen működők között? Elvben nem. Tehát itt ugye a munkaállások számában lehet különbség. A Gyöngyös vonatkozásában annyi különbség mégiscsak lesz, hogy még itt a Esperanti úti, nevezzük nagy kormányablakban, ott postai szolgáltatások is kapcsolódnak a kormányablak működéséhez kapcsolódó kötelezettségekhez, míg a Kossuth Lajos útiban ott csak egy úgynevezett PO-s terminálon keresztül tudnak a állampolgárok ugye befizetéseket eszközölni. Illetőleg azt hiszem másban nem lesz különbség. Tehát minden kormányablakban gyakorlatilag egy általános ügyintézési szint valósul meg. Ha egy kicsit kitekintetünk Gyöngyös határaink kívülre, a megyében várható-e még az, hogy kormányablakot nyitnak, vagy ez a folyamat már a végéhez közeledik? A végéhez közeledik, de a lényege, hogy minden járási székhelyen lesz kormányablak, Heves megyében is. A Bélapátfalvai kormányablak tervezése folyamatban, miként a Hevesi is. A Füzesabon nyitott a Magyar Államvasutak valósítja meg az állomás épületében, várhatóan még ebbe az évben. Átadásra kerül a Egri kormányablak is reményeink szerint még augusztusban, illetőleg szeptemberben, és Pétervásárán, ahol a legnagyobb szükség van egyébként rá, mert a kis önkormányzati épületben ugye nagy a zsúfoltság, ott reményeink szerint egy új járási hivatal épül, ami magába foglalja majd a kormányablakot közvetlenül a polgármesteri hivatal mellett. Tehát ha úgy tetszik, Pétervásárán kis közigazgatási centrum jön létre reményeink szerint. Mindez pedig akár még az idei évben megvalósulhat. A Pétervásárait kivéve, igen. Beszéljünk azokról az ügyekről, amelyek a kormányhivatalokhoz kerültek. Nemrégiben a járások vették át a különböző szociális ellátásokat az önkormányzatoktól. A legfontosabb kérdés szerintem most is az, hogy az ügyfelek szempontjából, azok szempontjából, akik igénylik ezeket a támogatásokat, kell-e bármilyen változásra számítani, kellett-e bármilyen változásra számítani, hiszen ez már elindult. Majd javaslom, hogy kérdezik meg az ügyfeleket is, hogy mit éreztek. Mi úgy gondoljuk, hogy a munkatársaim hihetetlen erőfeszítései által, úgy gondolom, zökkenőmentesen történt a feladatnak az átvállalása. Gyakorlatilag az április 5-ig minden arra jogosult megkapta azt a támogatási formát, amire jogosult. Ez alatt az idő alatt a munkatársaink át is nézték, fel is dolgozták, ellenőrizték az önkormányzatoktól átvett ügyiratokat. Azt gondolom, hogy ennek is az volt a célja, hogy célzatosabb legyen a dolog, átláthatóbb legyen, és pontosan azokat a rászorultakat közvetlenebbül lehessen segíteni, akiket ez a rendszer érint. Az önkormányzatok természetesen lehetőségük van, sőt kötelesek voltak március 1-ig megalkotni azokat a rendeleteket, amikor is a költségekhez való hozzájárulásként, illetve a rendkívüli élethelyzetek segítésére egy települési támogatási rendeleteket, illetve települési rendkívüli támogatási feltételeket kellett meghatározniuk. Ez a folyamat tehát akkor mondhatjuk azt, hogy Heves megyében zökkenőmentesen zárult. Igen, de még egyszer mondom, a munkatársaimnak hihetetlen áldozatvállalása kellett hozzá, és azt gondolom, hogy az első hónap tapasztalatait feldolgoztuk éppen a múlt héten, és igyekszünk az infrastruktúrális lehetőségeket továbbfejleszteni. Különböző lakástámogatási igénylésekkel is most már a kormányhivatalhoz kell fordulni. Hasonló volt a cél, mint a szociális juttatások esetében? Úgy gondolom, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag ezeket a feladatokat, ahol hatósági tevékenység folyik, az a kormányhivatalba kerüljen, ezek a tevékenységek pedig kifejezetten hatósági
eljáráshoz köthetők, hiszen a közigazgatási eljárás szabályai szerint kell elbírálni a lakás támogatásokhoz kapcsolódó igényeket, illetőleg a visszafizetéshez kapcsolódó jogviszonyokat is ennek mentén kell kezelni. Rendszerbe illeszthetők ezek a változások? Nagyon sokat hallunk mostanában a közigazgatás reformjáról, és mindig úgy szoktak fogalmazni, hogy a közigazgatás reformja zajlik. Meddig fog ez zajlani, és ezek milyen rendszert alkotnak? Ezek a különböző egyenkénti változások, amiről külön-külön beszélünk, de mégiscsak összekapcsolhatók. Riportáról rendkívül felkészült és lényeglátó, azt kell, hogy mondjam. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel a metódussal, ami egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy évszázadonként egy van ilyen, ami most történt az elmúlt 4 évben, illetőleg az utolsó 1 évet is ide számítom, gyakorlatilag én úgy gondolom befejeződik. Nem gondolom én személy szerint, hogy a Magyar Államkincstár, vagy a NAV, illetőleg a rendvédelmi erők bármi hatósági jellegű dolgait is átveszi majd a kormányhivatal, de természetesen ez a kormányzati döntésektől függ, nem gondolom egyébként. Tehát ez a folyamat, én azt gondolom, beteljesedett. Természetesen, hogy szokták mondani, finom hangolások lehetségesek majd a rendszer működése közben. Arról is nagyon sokat beszélünk, és ez a legfontosabb az állampolgárok szempontjából, hogy egyszerűsödik a rendszer és az ügyintézés, de vajon olcsóbbá is válik ezáltal a közigazgatás? Úgy gondolom, hogy olcsóbbá vált már, ugyanis ez az integráció jelentős számú vezetői létszám csökkenésével együtt ment végbe. És ha úgy tetszik, önmagában a rendszer fenntartása is így olcsóbbá vált, közvetve nyilván mindjárt számára olcsóbbá válik, illetőleg a következő komoly kormányzati szándék az állami közigazgatást, közigazgatás érintően az úgynevezett deregulációs tevékenység. Tehát fölmérték a kormányhivatalok már a múlt év második felében, hogy mely területeken lehetne jogszabályokat megszüntetni, illetőleg azokat a hatósági eljárásokat egyszerűsíteni, ami az állampolgárokat érinti, és ez az eljárás, ezek a metódusok nyilván önmagában jelentenek majd egyfajta megtakarítást, illetőleg a egyes közigazgatási eljárások díjainak a csökkentése is várható. Ezt egy kicsit fejtsük ki, ezt a deregularizációt, talán nem sokan tudják, hogy ez pontosan mit jelent, miben fog ez megjelenni ez majd? Valóban egy terminus technicus, ezt a jogászok szokták használni, amikor is gyakorlatilag a jogszabályok egyszerűsítése, illetőleg a fölösleges jogszabályoknak a hatályon kívül helyezése történik majd meg. Felügyeleti feladatokat is ellát a kormányhivatal. Ezt láttuk például akkor, amikor a Gyöngyösi önkormányzatot figyelmeztette, hogy mulasztásos törvénysértést követel az alpolgármester választás hiánya miatt. Ez a feladat mennyire fontos része a kormányhivatalnak? Tehát az önkormányzatokkal ápolt kapcsolat mondjuk csak ilyen ellenőrzési körben jelenik meg, vagy esetleg akár ügyintézés, akár bármilyen egyéb területeken is? Megint csak egy nagyon felkészültségre utaló kérdést tett föl. Kormányhivatalok gyakorlatilag a megyében működő, az alárendeltségben nem tartozó, de közigazgatási, állami közigazgatási tevékenységet folytató bármely hatóság vonatkozásában ellenőrzési, illetve felügyeleti jogosítványokkal rendelkeznek. Speciálisan az önkormányzatok vonatkozásában jelent egy törvényességi felügyeletet, amire a riporter úr is célzott, illetőleg jogunkban áll, és azt is azt gondolom, hogy itt újra fölelevenedik ez a tevékenységünk is, amit az elmúlt 2-3 évben nem nagyon gyakoroltuk, a közigazgatási munka szakszerűségének az ellenőrzése, különösen a hatósági tevékenység vonatkozásában. Szóval sok területen kapcsolódnak, és én még egy ilyen területet szeretnék idehozni, amely kapcsán a kormányhivatalnak is van feladata, ez pedig a különböző nagy beruházásokhoz kapcsolódik, így például most a Gyöngyös-Alász közigazgatási területén épülő gumiabroncsgyárhoz is. Sokakat érdekel, hogy a munkák mennyire zajlanak zökkenőmentesen, és az előkészítésben mennyire tud hatékony segítséget nyújtani a kormányhivatal. Egy pici kitérőt hadd tegyek itt is. Én úgy gondolom, hogy Magyarország e tekintetben is eminens lehet európai szinten, ugyanis a kormányzat felismerte, hogy a világban igen erős küzdelem zajlik, hogy a tőkét hova ruházzák be. Egyik fajta szempont, hogy a hatósági tevékenység, engedélyeztetések mennyi idő alatt zajlanak le, és ezért egy kormányrendelet szabályozza, hogy amennyiben a kormányzat valamely beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontosnak tekint,
akkor általában és döntően az adott megye kormányhivatalát vezető kormány megbízott a felelős azért, hogy az ezekhez kapcsolódó hatósági eljárások soron kívül zajoljanak és megfelelő szakszerűséggel. Ez történt az Apollo Tires esetében is, és most ott tartunk, hogy azok a speciális szakhatósági eljárások, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egyáltalán elkezdődhessen a beruházás, azok a döntően a vége felé tartanak, illetőleg lezárulnak a napokban, lezárultak, és tulajdonképpen amik folyamatban maradnak, azok már a kivitelezéshez kapcsolódó építés hatósági engedélyek, és a végén majd nyilván annak az ellenőrzése, hogy minden az engedélyek, illetőleg a tervek szerint valósult meg. Ez azt jelenti akkor, hogy mondjuk környezetvédelmi szempontból is megvannak már azok az engedélyek, amelyek szükségesek. Anélkül nem is kezdhették volna meg a beruházást a Apollo Tires befektetői. Egyébként itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy én azt gondolom minden munkatársnak és szakhatóságnak, akik közreműködtek, csak köszönettel tartozhatom személy szerint is, de úgy gondolom, hogy a köszönet tehát igazából az jelzi, hogy az indiai befektetők, illetőleg a projektért felelős indiai vezető, a Prabhakar úr is a legnagyobb elismeréssel szólt a tevékenységünkről. Még kanyarodjunk vissza egy kérdés, vagy egy gondolat erejéig a közigazgatáshoz és a járási rendszerhez. Ezt talán nem emeltük ki, de az elmúlt időszak egyik nagyon fontos újítása volt. Beváltotta a hozzáfűzött reményeket? Erre a kérdésre igazából én nem tudok válaszolni, hiszen gyakorlatilag még egy éve sincs, hogy a közigazgatást átlátom. Én azt gondolom, itt is az állampolgárokat kellene megkérdezni. Az én személyes tapasztalatom egyébként nagyon jók. Tehát bejártam az összes járáshivatal, megismerkedtem minden dolgozónkkal, így pontosabban ez sem igaz, mert a gyöngyösi nyámhatóság, illetve a munkahogyi kirendeltség dolgozóival épp a mai napon szeretnék megismerkedni. És nagyon jó benyomásom van, tehát egy magas hivatástudattal, fegyelemmel, elkötelezettséggel dolgoznak a munkatársaim. Hogy ebből mit éreznek az állampolgárok, nem tudom, de remélem, hogy hasonlóan érzik. És azt gondolom, hogy a jövőbeni közigazgatásnak egyik döntő területen marad, ha csak nem még fejlődik, vagy nő a jelentősége a járáshivataloknak. Hiszen közelebb vannak az állampolgárokhoz, mint a kormányhivatal. De más is a szerepe valóban a kormányhivatal, ha úgy tetszik, a törzshivatalnak, illetve a főosztályainak. Látjuk azt tehát, hogy a közigazgatás rendszere bonyolult, de egyszerűsödik, és ez a folyamat elindult és zajlik is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy erről a sok-sok különálló dologról, de mégis egy rendszerbe illeszthető dologról beszélhetünk, és itt volt velünk. Köszönöm szépen a meghívásokat. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, de csak egy rövid időre. Szünet következik, aztán már is folytatjuk a fórumot.